Sziasztok! Először is engedjétek meg, hogy megköszönjem Petinek és Krisztának ezt a fantasztikus születésnapot, hogy ma itt lehetek és prezentálhatok nektek az általunk forgalmazott, automatizált kiskereskedelmi technológiáról, megoldásról. Én Kende Gábor vagyok, a Kende Gasztro ZRT társalapítója. Családi vállalkozásunkat testvéremmel 1989. februárjában indítottuk el, természetesen szülői segítséggel. A vállalatunk professzionális konyhatechnológiai megoldásokat kínál a horeca szektor szereplői részére, értem ez alatt a vendéglátóegységek, éttermek, szállodák konyhatechnológiait szállítjuk, illetve építőipari megbízások alapján pedig stadionok, irodaházak, intézményi konyhákba szállítunk konyhatechnológiát. Jelenleg a cégünk 36 fővel dolgozik, ezek között megtalálhatók tervezők, értékesítők, és saját kézben tartjuk a szerviz, karbantartás és beüzemelés feladatköröket is. A COVID ideje alatt 2020-ban természetes módon egyetlen egy vendéglátóipari megrendelésem érkezett, úgyhogy sajnos az árbevételünk jelentősen csökkent, de arra büszkék vagyunk családi vállalkozásként, hogy minden munkatársunkat meg tudtunk tartani. Ezt az időt sem töltöttük tétlenkedéssel, és egy hosszú évek óta dédelgetett álmunkat valósítottuk meg. Megszületett a webshopunk, amelyben mára már több mint 10 000 termék található, illetve felhasználtam azt az időt arra, hogy kicsit többet tudjam bújni az internetet, és újdonságokat keresek, és így találtam rá 2020 évvége felé egy G7 magazinban megjelent cikk alapján egy olyan technológiára, amellyel kiskereskedelmi egységeket lehet automatizálni. Mielőtt a prezentációra térnék, lenne egy találós kérdésem, tudja-e valaki esetleg, hogy egy átlag ember az élete során mennyi ideig áll sorban? Már hallottunk itt 1 évet. Van valaki esetleg, aki 3 év? Jó sok idő? Fél év? Jó, nincs tovább barkóba, mert el fog menni az idő. 2 évet áll sorban egy átlag ember az élete során, azaz, ezt tegnap kiszámoltam, nem volt nehéz, 730 napot, illetve 17 000 órát állunk átlagosan sorban az életünk során, ami elképesztően hosszú idő, ez sokkal hasznosabban is el lehetne tölteni, együtt lenni a családdal, szórakozás, barátok, és hogy a testvérem mondaná, munkával is el tudnánk tölteni ezt az időt. Ha megengeditek, akkor egy picit megmutatnám a kereskedelem múltját, hogy alakult az értékesítés. Itt egy kezdetleges pénztárgépet láthatok, amit az 1930-as években vezettek be. Ezelőtt, az idő előtt az értékesítés úgy történt, hogy egy cetlire az üzletvezető vagy a megbízott személyzet felírta a vásárolt termékek nevét, ellenértékét, és kifizettette a vásárlóval. A 30-as években kezdték el bevezetni a pénztárgépet. Ez a gép, ez még összesen csak 6 dollárig tudott összeadni, tehát ez tényleg még egy ilyen kezdetleges darab volt, de tudjuk azt, hogy mennyire sokat fejlődtek a pénztárgépek, most már modern pénztárgépek tulajdonképpen mindent tudnak. Mi pedig abban vagyunk erősek és érdekeltek, és az a célunk, hogy ezeket a rettentő modern pénztárgépeket kivezessük a piacról. A mi technológiánkkal egyébként ez lehetséges, fogjátok majd látni a prezentációban. Még egy kis érdekesség, hogy hogy történt az maga az értékesítés. Századfordulótól, mondjuk az 50-es évekig, hogyha nézünk egy időszakot, akkor a pult mögött történt a vásárló kiszolgálása. A vásárló jelezte a pult mögött álló személyzetnek, hogy milyen terméket szeretne megvásárolni, a személyzet összekészítette és kifizettette az ügyféllel. Aztán következett ugye az önkiszolgáló rendszer, ami nagyon nagy mértékben megváltoztatta a vásárlási szokásokat, és ez a mai napig tart, a mi üzleteinkben is ez az önkiszolgáló rendszer működik, azzal a kivétellel, hogy egy normál közértbe, hogyha bementek, bármit levehettek a polcról, beteszitek a kosaratokba, és a termékkel elfáradtok a hosszú kígyózó
sorbanállásra a pénztárhoz, majd kifizetitek a termékek ellenértékét, és elhagyjátok az üzletet. Nálunk ez úgy történik, hogy levesztek bármit a polcról, és csak simán kisétáltok. Erről fogunk majd prezentálni. A technológiát az Amazon Go kezdte el fejleszteni 2016-ban, és egy 2 éves tesztidőszakot követően 2018. decemberében nyitotta meg az első automatizált üzletét az Egyesült Államokban. Mi sem jellemzőbb arra, hogy ők mekkora fantáziát látnak ebben a technológiában, mint az, hogy csak Nagy-Britanniában 2024 évvégéig 260 üzlet nyitását tervezik, tehát jövőre, és a következő évben heti 2 üzletet fognak nyitni, ha minden számítás úgy alakul. Teszik ezt egyébként azért is, mert míg 2008 vagy 2018 előtt egy ilyen normál Amazon üzlet működési költsége kb. 4 millió dollár volt. Ezzel a technológiával, miután átálltak 2008 után, a 4 millió éves működési költséget 159 ezer dollárra tudták lecsökkenteni, tehát valami elképesztően hatékonyan tudnak dolgozni, nem véletlenül, hogy ennyi üzletet szeretnének nyitni. Természetesen ezt nem csak az Amazon gondolja jó üzleti modellnek, ezért az Auchan-tól kezdve a Lidl, a Tesco, a Sainsbury's, a Carrefour, egyéb cégeket, akik már ezt a technológiát próbálgatják, van már 1-2, illetve X működő üzletük, tehát ők is érzik azt, hogy egyrészt a rettentő nagymértékű költségcsökkentés, másrészt a munkaerőpiaci nyomás, hiszen mindannyian szerintem tapasztaltuk már azt, hogy munkaerőt a legnehezebb most alkalmazni és felvenni az ilyen típusú kereskedelmi egységekben, meg főként, ezért sokan állnak át erre a technológiára. Mi 2 startup cégnek a technológiát forgalmazzuk Magyarországon, illetve Európában. Az egyik az amerikai AI5 nevű vállalat, amelyik a világ legmodernebb technológiáját vezette be, és például a londoni Aldiban ez a technológia található meg. Náluk csak kamerával történik a termékek vásárlásának a megfigyelése, illetve a kínai CloudPick nevű cég, akit képviselünk. Őnekik pedig egy az egyben ugyanaz a rendszerük van, mint az Amazon Go áruházakban található, tehát kamerák és a polcokon helyezett súlyérzékelőkkel működik. Take it easy, itt van 2 üzlet, amelyet szeretnék nektek bemutatni. Ez a 2 működő üzletünk van jelenleg, amely egyrészt bemutató üzletként is szolgál, másrészt pedig büszkén tudjuk elmondani, hogy a kép bal oldalán található kávézó volt a világon az első automatizált kávézó, és bennünket jó pár hónappal követett csak a Starbucks és az Amazon Go közös üzlete, amelyet nyitottak New Yorkban. Ez az Agora területén található, bárkikét tudja próbálni, nagy élmény. A másik üzletünk a most debütált konténerüzlet, amely a bocsánat, még annyi, hogy ebben a Take It Easy üzletben az Amazon technológiáját mutatjuk be, a konténer üzletben pedig a CloudPick technológiáját. Ez a konténerünk most debütált a siófoki Digital Media Hungary rendezvényen óriási sikerrel. Működés. Hogy működik egy ilyen bolt? Ugye most mindenki meglepődött az, hogy nem kell kassa, nem kell fizetni. Valóban így van, tényleg ezekben a típusú automatizált üzletekben nincsen kassa. A vásárlás folyamata úgy történik, hogy először le kell tölteni egy applikációt. Ennek az applikációnak a segítségével lehet majd az üzletbe belépni. Az applikációban néhány személyes adat és a bankkártya adatainak megadását követően generálódik egy QR kód. Ezzel lehet átlépni a kapun és belépni az üzlettérbe. Ha már kapu, akkor itt van Sági Simon, aki a mi IT csapatunk vezére, és ő volt az, aki rettentő erőszakos módon vagy fél évig könyörgött, hogy fogadjam el azt a típusú kaput, amit egyáltalán nem szeretek, és rettentő csúnyának tartom. Ez egy forgóvillás megoldás, de valóban el kell fogadnom, hogy igaza van, mert nálunk van a világon egyedül ez a forgóvillás megoldás. Ezzel lehet a legjobban szabályozni azt, hogy egyszerre hány fő lép be az üzletbe. Ez azért nagyon fontos, mert az applikációban be tudjátok azt is állítani, hogyha mondjuk egy család vásárol egy közértben, és mondjuk 3-4 fő, teljesen mindegy, akkor beállítjátok, hogy 4 fő vásárol, a kapu csak 4-szer fog átfordulni, azaz egyszerre csak 4 fő tud bemenni. A
A rendszer GDPR barát, ez azt jelenti, hogy amikor mi átlépünk ezen a rettentő csúnya kapun, akkor a kamera szemében mindenki egy digitális, nagyon vicces, digitális csontvázzá alakul, különböző színekben és különböző színű glóriával a feje fölött. Ez alapján azonosítja be a vásárlókat a kamerarendszer. A vásárlás teljesen hagyományos módon történik, mindent levehettek a polcra, amit szeretnétek, ha mégsem tetszik az a termék, akkor visszatéve a polcra, ez kikerül az úgynevezett virtuális kosaratokból. Fontos megjegyezni, hogy csak a polcra lehet termékeket visszatenni, hiszen hogyha leteszed a földre, vagy átadod valamilyen idegennek, akkor a rendszer ezt hozzátok fogja számlázni. Tehát meg is ehettitek a terméket a boltban, ekkor sem történik semmi, ez nem számít lopásnak, hanem a rendszer, mikor elhagyjátok a vásárlói zónát, le fogja számlázni felétek. A többféle fizetési lehetőség a következő, ami egy érdekes dolog. Ugye itt elmondtam, hogy bankkártyát tudunk hozzárendelni az applikáció, és arról veszi le a vásárlási összeg ellenértékét a rendszer. Most dolgozunk egy szintén világújdonságnak számító megoldáson, a Mastercarddel és a MyPOS nevű céggel, mégpedig azon, hogy simán bankkártyával is lehessen vásárolni ezekben a típusú üzletekben. Sehol a világon ez még nem létezik. Ha minden jól megy, akkor július közepe, július vége felé nálunk ez a rendszer bevezetése kerül, megelőzve az Amazont, aki szintén dolgozik egy hasonló rendszeren, de ő neki később fog kijönni. Ugye ezzel a szintén rettentő csúnya kapuval az is szabályozható, hogy egyszerre hány fő tartózkodik bent az üzlettérben. Ez, ne adja jó Isten, egy Covid idején szintén egy fontos momentum lehet, hogy be lehet állítani, hogy egyszerre mondjuk csak egy vásárolhat az üzletben, és ezzel tulajdonképpen nyitva tudjuk tartani az üzletünket éjjel-nappal. Üzlet típusaink a következők. Oázisnak hívjuk ezeket a hagyományos brick and mortar típusú üzleteket, bármilyen új üzletet ki tudunk alakítani, illetve régit átalakítani. Van egy nagyon széles skálájú katalógusunk, bútorkatalógusunk, hűtőkkel, nyitott hűtőkkel, polcrendszerekkel, ráványokkal, mindennel fel tudunk szerelni egy ilyen üzletet. A legújabb fejlesztésünk során viszont már nem szükséges lecserélni a meglévő berendezéseket, hanem a meglévő berendezésekre tudunk új súlyérzékelőket szerelni, hogy azokat ne kelljen kivinni a boltból, és értéktelenné váljanak. Úgyhogy ez az oázis típusú, tehát ezek a meglévő üzletek átalakítása. A konténer üzlet, aminek az óriási előnye, hogy nincsen építési engedély kötelezettség, tehát bárhova telepíthető. A konténer működéséhez tulajdonképpen csak áramra és internetre van szükség, és bármilyen méretben és bármennyi konténert össze tudunk építeni ahhoz, hogy egy kisebb vagy egy nagyobb értékesítési területet nyerjünk. A harmadik típus pedig a hibrid, ami mind a kettőt ötvezi. Lehet hagyományos pénztárt üzemeltetni, és mellette ezeket az automatizált technológiákat, tehát amikor applikációval jön be, valaki levesz és kisétál. Shanghaiban van egy olyan üzletünk, ami úgy működik, hogy reggel 6 és este 10 óra között az üzlet hibrid üzemmódban működik, és este 10 és reggel 6 óra között pedig lezár a normál kassa, és már csak applikációval lehet az üzletbe belépni. Technológia, négy fő technológiai típus van jelenleg a piacon. Vannak kezdeményezések többféle, de mondjuk négy, ami számottevő. Az egyik a már általam említett AI-Fi technológia, amely csak és kizárólag kamerával figyeli meg a vásárlás teljes folyamatát. Ez az Agora üzletünkben található. Ez a rendszer egy picit tud hibázni, tehát nem mondjuk azt, hogy 100%-os, egyébként sem mondunk egy technológiai dologra soha olyat, hogy 100% biztonsággal működik. Ennél lehet hibázni, hiszen a kamera azt látja, amit az emberi szem. Tehát hogyha elképzeljétek azt, hogy a mennyezetről letekintetek a polcokra, akkor nagyon nehéz megállapítani azt mondjuk egy kis csokoládé vagy rágó esetében, hogy az adott vásárló mennyi terméket vett el a kosárból. Ez nem 100%-osan működik, még mindig jobban működik, mint hogyha bolti lopásokat és egyebeket figyelembe veszünk, de mi
A második, a Cloud Peak technológiát szeretnénk bevezetni Magyarországon és Európában, hiszen, ahogy Simon mindig elmondja nekem, ha az Amazon a világ összes pénzén ül, és ők ezt a technológiát használják, akkor valószínűleg ez a technológia az, ami jelenleg a legjobban használható. Egyet is értek ezzel, hiszen a tesztjeink alapján 99,6 és 99,7 pontossággal működik a rendszer, ami majdnem megfelel a 100%-os pontosságnak. Itt ugye, ahogy említettem, hogy kamerák vannak a mennyezeten, és a polcokon, állványokon, hűtőkben pedig súlyérzékelők. Van még vonalkódos megoldás is, ezt használja például a metró. Egy nagy áruházban el tudom képzelni, hogy ez jól működik, ugye van egy vonalkód, leolvassa az egyik kezünkben, leveszünk egy terméket a polcról, leolvassuk a vonalkódot, és betesszük a kosárba. Tök jó. Egy kis üzletnél vásárlói visszajelzések alapján egy picit kényelmetlenül működik a rendszer, hiszen az egyik kezünkben van a vonalkódolvas, a másikban leveszek egy kólát, akkor igazándiból nehéz helyzetben vagyok, hogy most a többi terméket melyik kezemmel vegyem le. De tökéletes rendszer ez is egyébként, és a végül, de nem utolsó sorban az RFID chipes megoldás. Ez egy szintén jól működő, a Decathlonnak Magyarországon van egy ilyen rendszere. A visszajelzések alapján ez egy picit drága, hiszen RFID chipet kell minden termékre ráragasztani, ami eleve maga a chip is drága, illetve a munkaerő, aki felragasztja a chipeket a termékekre. És végül miért gondoljuk, hogy ez a jövő? Vásárlói élmény, minden kutatás első helyen hozza a vásárlói élményt, ezt nálunk is megtapasztalhatjátok. Az Agora üzletünkben a leggyorsabb vásárlás jelenleg 9 másodperc volt, ez alatt sikerült valakinek bejönnie, levenni a terméket a polcra és elhagyni az üzletet. Tehát tényleg egy kiemelt vásárló élmény, hogy nincs pénztár, nincs ez a fájdalomérzet, hogy fizetni kell, és rettentő gyors, kényelmes és biztonságos maga a vásárlás. A költséghatékonyságról beszéltünk, még egy fontos dolog, azoknak az ügyfeleknek, akik ilyen rendszert szeretnének bevezetni, elképesztő mennyiségű adatot tudunk, mármint hogy a rendszer elképesztő mennyiségű adatot tud átadni, az alapadatokról nem is beszélek, mert arról az nagyon kevés az idő, viszont meg tudjuk azt mondani egy üzlet tulajdonosának, hogy egy adott vásárló mennyi ideig áll egy adott termék előtt, vagy hányszor vett le a polcról egy terméket és tett vissza, tehát olyan információkat, amihez egyébként korábban nem lehetett hozzájutni. Ha mennyi időnk van, nem tudom, nincs, akkor ezt túllépjük. Oké, itt levetítettem volna egy kis filmet az Agora üzletről, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és meghallgattatok, és hogyha bárkit érdekel ez a technológia, mindenkinek állok rendelkezésére. Sziasztok! Köszönöm!